Legelőbb az illatot tűntek el. Az édes, a só ízét még éreztem két napig. Néhány háztartási cucc, hogy vegyek, volt felírva, mire a család utána utazik. Kürti László 1976-ban született Máté Szalkai költő, gimnáziumi tanár, a Vörös Postakocsi irodalmi lap szerkesztője, férj és édesapa. Saját bevallása szerint első és utolsó öngyilkossági kísérlete 4 éves korában volt. Azóta inkább versekben gondolkodik. Hamarosan a 8. verses kötete jön ki a nyomdából, és az elmúlt 20 évben alig telt el év anélkül, hogy ne kapott volna valamilyen irodalmi elismerést vagy ösztöndíjat. Az Esze Tamás gimnázium diákjai több mint 1 évtizede vesznek részt rendhagyó irodalmi óráin, amelyeken Kürti László a házigazda szerepéből szokta kérdezni vendégeit, ezúttal azonban ő került a kérdések célkeresztjébe. Ezelőtt 13 évvel kezdtünk el még a József Attila körrel egy ilyen programot, akkor még nem a színházteremben, hanem a könyvtárban volt egy rendezvényünk, és utána pedig 1-2 év hallgatás után ez történt, hogy akkor elkezdtünk ide beszervezni rendhagyó irodalomórákat a színházterembe, a Esze Tamás gimnázium diákjai számára, és az első alkalommal még egy Csulya Imre is közös estünk volt, akkor voltam még legelsőképpen egy ilyen cipőben, utána pedig ugye elkezdtük azokat a költőtársainkat, kortárs barátaimat hívni, akik az elmúlt hosszú évek során rendre jelentkeztek nálunk, és most pedig egy nagyon furcsa élmény volt a Kárpedignem duóval helyben lenni, hiszen már nagyon sok helyen léptünk fel együtt, ugye Szolnokon voltunk, Debrecenben, Nyíregyházán, Vásárosnaimban, Máté Szalkán is voltunk már egy másfajta közönség előtt, de most a saját diákjaink előtt, 300-400 diák előtt azért egészen más a hangulat. Én nagyon élveztem, nagyon kiváló zenész barátaim vannak, akikkel közösen dolgozunk, úgyhogy ez számomra hatalmas nagy élmény. A mintegy 400 diák számára tartott rendezvényt Dézsi Darinka és Karab Zoltán Kárpedignem duója színesítette, akik megzenésített verseket adtak elő a gimnázium etika és testnevelés tanárától. Ez a kötet a térei időszaknak az elmúlt 2 évében készült, tehát adott is már megjelent kötet. Nagyon örültem neki, hogy ténylegesen be tudtam váltani ezt a vállalt időszak szövegegyüttesét. Ciklusokra van bontva, nyilván napai jegyek, tehát nyilván naposságról is szó benne, nyilván mindenféle egzisztenciális és egyéb más dolgokról. Néha próbál vicces lenni, talán sikerül is itt-ott, másfelől pedig azért az életünk általában vett nehézségeiről, vagy vállalt felelősségeiről is szól, úgyhogy ez ilyen tekintetben azt hiszem, hogy a mondani való egyetemes, és hát mint tudjuk, általában nem örömködni veszünk könyvet, verses köteteket a kezünkbe, hanem legfőképpen, mikor baj van. Személyesen, szerelem, halál, egyéb ilyen nyűgök alkalmával, és talán ilyen szempontból gyógyulni segíthet mindenek előtt. Karab Zoltán úgy fogalmazott, fontos és jelentős gesztus az iskola és a város vezetésétől, hogy támogatja a helyi tehetségeket. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyének 3, az én olvasatom, a 3 nagy költője van. A 20. században Ratkó József, azt hiszem, hogy ő az egyik legkevésbé megosztó költője, és azt mondjuk, hogy ő a Szabolcs-Szatmár-Bereng megye első számú költője. Aztán ott van Váci Mihály, akiről szintén ugye intézményeket neveznek el, de az ő személye már egy kicsit megosztó, és itt van most a kortársak közül egy fiatal költő, akit Kürti Lászlónak hívnak, és az egész országban egyre ismertebb a neve, és nagyon örülök, hogy így egymásra találtunk, nem csak itt a megyében, én őt már a Debreceni Egyetem filozófia szakáról régóta ismerem, egy szakmai barátság alakult ki köztünk, együtt dolgozunk most is egy új albumon, amelyen már nem csak megzenésített versek vannak, de kvázi rendelésre írt dalszövegek is, úgyhogy nagyon várjuk a folytatást. Kürti László a rendezvényt követően Belgrádba utazott egy könyvfesztiválra, ahol első szerbül megjelent kötetéből olvasott fel, a Kárpedignem duó pedig folytatta útját Tornyospálcára, ahol a helyi református templomban adtak egész estés zenekari koncertet.